szerződést, hogy más választásuk nem volt. A győztes szomszédos országok mind-mind maguknak követeltek egy-egy darabot. A magyar történelem egyik legkárosabb megállapodását magába foglaló diktátum körülményeit idézték fel a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan. Minden év június 4-e a trianoni szerződés létrejöttének napja. Ekkor veszítettük el Magyarország területének 2/3 és a magyar anyanyelvű lakosságnak 1/3. A Kezek összeérnek című műsorral a Trianon során elveszített területek nagyságát és más országokhoz kerülését is felidézték, amely a magyarságnak azóta is fájó veszteség. Az emlékezést követően egy történelmi versenyen is részt vehettek az iskolások. Már nagyon hosszú évek óta minden évben megemlékezünk a trianoni békediktátumról, és ennek emlékére minden évben megrendezzük a Kezek összeérnek című történelmi vetélkedőnket, amelyet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezünk, és nagyon örülünk annak, hogy évről évre nem csak a hazai, a magyar középiskolák reagálnak felhívásunkra, hanem a szomszédos országok magyarsága is megjelenik a versenysorozatunkon, mégpedig az idén is üdvözölhetjük a felvidéki testvériskolánkból érkező diákokat, illetve a kárpátaljai testvériskolánkból érkező tanulókat is. Az emlékműsor után a Szilágyi aulájában gyülekeztek a vetélkedőn résztvevők, akik a termekben adtak számot történelmi tudásukról.